Jó reggel, miattál bűnbe csatornán képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 videóval 1 milliárd euró kihívás van, ugye vágja mindenki, de viszont egy rengeteg dolgunk van még. Egyébként nagyon sok dolgunk van. És tudom, gondolkozok egy mit is csinálja? Úristen. Viszont nem tudom, fogom tudni elvinni. Igen, azt akartam, ugye, hogy elviszom szalmát adni, de addig nem fogom tudni eladni, amíg legalább egy darab gépet ki nem veszek a munkából, amit most egyelőre nem szeretnék, mert van bőven munka, mármint dolog. Igen, igen. Sziasztok egyébként, remélem, hogy mindenki itt van, és csodálatosan érzi magát ezen a csodás napon. Mi meg annyit fogunk dolgozni, mint az állatok, gyerekek, mert szükség van a lóvéra, hogy elérjük az 1 milliárd eurót. Na, nem mutattam meg a vetőket az előző részben, bocs, ez foke lesz, de rengeteg dolgunk volt. Ja, úgy Sanyi, nyugodjál meg, még nyugodj. Úgy néz rám, hogy mi a szar, bár megint videózol, mindig videózol. Hát ne videózzál, amúgy te. Na, megyünk hazafele. Az út veszélyes, mozog a talaj, és vár az édes feleségem. Ezt kivágja, hogy milyen zene ez. Ez izé volt, az Animal Cannibals. A úr, de régen volt a 90-es évek, csodálatos. Gyerekek, emlékszek rá, hogy a haver, szerelmes volt egy csajba. 17-esben lakott, és egy videóton, tudjátok, az a kazettás magnót hurcolta magával a haver. Aztán ezt hallgattuk, miközben mentünk a busszal a zsajhoz a tizenveleteshez. Jaj, te édes Istenem, de hogy jó volt. Na várjatok, azt akartam megnézni egyelőre, hogy itt ebbe a sílóba, a belső nézetet ne erőtesed képer, mert baleset veszélyesek. Jaj, hát itt mindig itt nézni, hogy topzódnak ezek a... Jó, dudáljál, de is, hogy jól érezzük magukat. Arra akartam kiukadni, hogy itt megnézem, hogy egyáltalán van-e ebbe. Igen, ebbe is van még búza, úgyhogy járd viszem oda. És szét fogjuk szortírozni gyereknek itt a dolgokat. Mert szükségeltetik, hogy az állatoknak a tikok előtt legyen kaja, gyerekek. Nagyon fontos, oda nézni, mi vetés van. De ne is foglalkozzál velem, hogy én itt szeretnék kifordulni. Bocsánatot kérek, hogy élek, hogy az ifába ülök. Na, ugye kellene egy kis pármetszert szereznünk, pénzügyileg, csak ahhoz el kellene adni valamit, ugye járművet már a képer nem szívesen ad, mert hozzánőtt a szíve, ez a dolgok itt tennék. Úgyhogy inkább azt fogja csinálni. Alsószeg tábla, gyerekek, 50-eken lehet itt hasítani, vissza kell venni a sebességek bő. Igen, ezért ugye valószínűleg, hogy inkább a fűjet, meg a szómat kéne aladni. Gyerekek, mindig a mínuszba megyek. Egyébként már régebben írtatok, hogy hagyjál már meg magadnak egy kis pénzt, aztán akkor tudsz venni belőle, ami kell. De hát lássátok, testvérek, ennyit az élet. Már megint ugye az történt, hogy konkrétan volt pénzem, vagy 20 akárhány, de azt ugye fogyott a betőmagra, meg mindenre, mint az állat. És egyébként pont. Várjatok, akkor igazából be se öntöm ide, hanem mondjuk öntsünk be. Ja nem, ez másik oldalon. Jó van. Várjatok, akkor átviharzok itt. Aztán beöntöm ebbe a kettőbe, szerintem ebbe a kettőben a legkevesebb elosztjuk, azt meg fogjuk nézni, jó? Hú, gyerekek, nagyon pörgés van, befér ide az ifa. Egyszer befért, akkor már csak ki befér. Az a lényeg, férjen is ki, mert akkor itt ne autózhatok. Úristen, tikok, vigyázzatok, mert beszorul a kerék közé. Két kerék közé beszorul egy tik, az nem lesz nekünk, jó. Oké, gyerekek, sajátos. Egy kicsit öntünk ki belőle, mondjuk egy 1000 litert, hogyha... Hát, jó van. Még az alján maradt a másik tik is tálóba, és nincsen semmi, nem kell beszarni, gyereknek. Nem kell beszarni, csak itt le ne szankazzak. Úgy, látod, milyen jó. Ez is megtörtént. És akkor most meg tudom nézni, már úgyis dolgoznak a melósok okosba, hogy melyik tyúkis tálalban van a kevés. Ebben 3000 liter van, ebben 6000 liter, ebben 5000 liter, ebben 4000. Melyik a 3000 literes? Hely megjelölése elvileg, meg van jelölve. Amikor megjelöltem, mapocskám, vagy mi? Igen, a mapocskám, pont ebben van a kevés. Akkor hozzunk bele, sőt, kiürítjük az összeset. Egyébként egy ilyen ifával, ha belegondoltok, egy ilyen ifát
tök jó lenne itt elevickélni, mert ennyi erővel tök jó el lehetne dolgozgatni vele. Mert ugye a pótkocsit el tudná húzni, a raklapokat ugye el tudja húzni. De az a baj túl nagy. Mármint így ugye itt közlekedek át, az tök idegesítő, hogy itt célozgatni kell, vagy itt szentizgetni kell, vagy hogy mondják ezt a dolgot, tudod. Mert egy ilyen kisebb teherautóval is itt tök jó el lennél. Búza 1960, ennyi van. Jaj, gyerekek, hát egy koplónak a dikok majd! Nem, most az összes izét, az összes búzát fel fogom áldozni ennek az oltárán. Tehát nem fogunk eladni, hanem kikoknak hozzuk a kaját. Jó? Egyébként lehet, hogy nem tudom merre érdemes mennem, de hát... Itt az a baj, hogy ide ilyen nagy gép nem jó, érted? Ez már nagyon határeset, mert... Ilyen pont befér, meg eléggé furán is vér be, aztán ez nem nagyon örül neki a creeper. Hát, látod, ilyen... Ilyen paróra... Nem jó! Pont nem jó. Jó, akkor ezt az 1960-at még beöntöm ennek, azt nem tökörészek vele. Az ifát úgyis vissza kéne vinni. És most az aratás egy kicsit máshogy fog zajlani, úgy döntött a keeper. Ja, mondjuk, ja, silóba. Ugye ide kellene áthordanom a silóba. Ú, gyerekek, ez kemény lesz, figyeljél. Megoldottuk. Ja, a silóba kell hordani ugye ide a tyúkokhoz. Hát annyira nincs messze. Én azt gondolom, hogy pót nélkül is el tudnánk ezt látni. Mert arra gondoltam egyébként, azt kellene csinálni, hogy kiordnom föld szélé, vagy a pótot kiúzom a föld szélére, onnan meg majd ugye, amikor megtellik a puttonyunk is az ifával, akkor elhúzom. De teljesen lényegtelen, simán el fogom bírni. Ezek valamit összeakadtak, nagyon oda nézzetek gyerekek. A J és az A segítő egy kicsit be vannak nyugtalankodva, mindjárt megnézzük őket. Jó, hát ezt úgyis ide le kell parkíroznom, mert itt nem fogjuk használni aratáskor. Oké, gyerekek, mi történt itt? Mit csináltok, gyerekek? Mondjátok meg nekem. Mi a vita tárgya? Értem. Jó, akkor az egyiket kivesszük. Ilyenkor ugye azt kell csinálni, kiveszed az egyiket, a másik nagyon szépen tovább fogja csinálni a munkát. Ezt meg ugye odébb tudom rakni. És amit a T150K végez, ugye egy darab sor van neki, akkor ki fogom kapni, és el fogom vinni bele a szalmát. Az lesz, gyerekek, a projekt. Jó? Jó, ez meg már indulhat is, ahogy szépen gondolja, bárhogy az a lényeg, hogy csinálja. Jó, oké. És akkor tényleg az lesz, T150K a fölér. Pont nem jó egyébként, miért pont fönt lesz? Nem nagyon örülök neki. Jó, mindegy, csinált csak testvérem. Muszáj. Dolgozzunk, gyerekek. Oké, elférnek ezek. Ja, meg kell javítanunk a vágóasztalokat, de egyelőre nem az lenne jó. Az a baj, szerintem az MTZ nem húzza el azt a nagy hamstert, mi? Rápróbáljuk, megpróbáljuk. Próbáljuk meg, figyelj, 110 lóerő igazából, szerintem közúton el tudnánk húzni. Bár nem tudom most mennyibe megy a szalma, úgyhogy azt is meg kéne nézni. Így. 97, tök jó, jó lement az ára, mert ugye közben ment az idő. Nem pörgettünk, csak ugye, hogy megy az idő, úgy változik az ára, annak ellenére is, hogy... Jó, tudod. Jó, de igazából most a szalmában nekünk csak annyi kell, hogy legyen meg a pénz, ugye a permetszerre. Hű, gyerek, azt a betyár, gyerekek, ez az MTZ, ez megtartosodott, nagyon megy. Na, kíváncsi vagyok, hogy el tudjuk-e húzni az eladó pontig, hát lehet, hogy nem. De jó lenne, hogyha igen, mert akkor ugye például a T150K-t el tudnám, hát mindjárt rápróbálok, mert a T150K-t akkor át tudnám rakni idébb, és akkor gyorsabban végeznének a vetéssel. Mindjárt megnézzük, gyerekek, mert a T150K most fog égezni 5, 4, oké, egy kicsit el is néztem. Hát igen, ezt nem fogja elvinni, jó van. Akkor jön a T150K, nem fogjuk tudni beállítani megint vetésre. Azt arra gondoltam, tudod, itt van még egy nagy klacc, akkor meg lehetett volna vele még csináltatni, de ez mondjuk nem olyan nagy, szóval nincs semmi gond. Annyit akart még a keeper. Jó, hát akkor ezt a vetőt itt hagyjuk, és majd akkor elvisszük a üzébe. Majd elvisszük a MTZ-be, jó?
Indulj meg, indulj meg! Jaj, ennek ez az egy baja van ennek a gépnek. Induli, induli, induli! Jó lenne volna ebben a részben egyébként arattatni, megmondom a frankót, vagy aratni. Megmondom a frankót, már csak azért, mert akkor ugye... Kénytelenek lettünk volna, várjam? Kénytelenek lettünk volna. Pörgetni az idővel, és kíváncsi lettem volna, hogy mennyi az annyi. Jó, akkor ez itt maradt. Jó, yeah. Egyébként, ha nem kéne szalmát szednem, ugye olyat termelnék, akkor egyből kultisztathatnák, meg mindent csináltathatnék, ugye. Az aratás után egyből tudnék indítani mindenféle melóst. Jó gyerekek, szerintem amire ezt eladom, arra meg is lesz a izé, el is lesz vedve a föld, úgy látom, mert elég jó haladnak. Ez nincs ellen véletlenül? De nem volt. De mondom, miért nem akarja ezt húzni, azt nem volt neki a szedő. Szedő alkalmatossága, úgy kivágtatok. Ebben a részben nagyon kívánom, meg akarom csinálni azt, hogy legyen, az aratásig jussunk el. Ugye az anat, úgyis a gabonából nem fogunk pénzt nyerni, mivel az összeset tyúkoknak fogjuk szállítani, szóval most ebben az aratási időszakban kizárólag a tyúkokból származó bevétel fog lenni nekünk. És arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi lesz az annyi. Ha nagyon sok, egyébként valahogy még variálni kellene azon a gépen, amelyik ott van ott a telepen, a csirketelepen, mert azzal nem vagyok nagyon kibékülve. Jaj, de jó, most nem kell kerülni, várjál, ha mehetek erre. Ugye a fákat kivágtuk okosba. Most már van betonhíd is. Jaj, de jó, van betonhíd. Az a pontra elmentem a tuskóra. Milyen jó így, nem? Jó, látod? Ennek... Mekkora ötlet volt tőled, aki írta? Hát ez senki... De az a rúrban 40 részig itt ekecsöltem, és nem jutott senkinek eszébe. Eddig. Jó, mennek a dolgok ezerre. A melósok. Ezt el is adom. Ezt húzunk vissza, hát a füvet már nem kell összeszedni, úgy látom. Mondjuk azt is még jó lenne. Az annyi legyen meg. És akkor már veszem is a izét, raklapok, és veszem a gyomírtó tartályt. Oké, 2000, meg is van, hallod, már is költötte a keeper, mi? És vettem? Még nem vettem meg? Nem vettem meg, bazza, de miért nem vettem meg? Ja, még nem volt annyi pénzben, gondolom. Jó. Akkor meg is vettük. Pont annyi pénzük. Mariama, ezt kapcsoljuk ki, menjünk MTZ-re vissza. Az MTZ-re vissza, hol az MTZ? Itt van valahol az MTZ, de hol van? Ja, fölvittem ide. Oké, semmi gond. Figyeljetek, mindjárt végeznek, allan nagyon gyorsnak kell lennem, mert ugye mindjárt időpörgetés. Jaj, jaj, de jó lesz, a csirkék termelnek. 2000 darab csirke. Tolja a tojást. 2000 darab csirke tolja a tojást. Egyébként gondolkozok rajta, hogy lehet, hogy fogok ám oda venni egy traktort, aztán akkor nem kell vinkódnom, hallod. Valami traktort, amit ti akartatok, és akkor így tök jó lenne, meg lenne oda. És akkor azt ott használnám, nem az lenne, hogy itt össze-vissza megyek vele, nem? Úgyhogy valamilyen traktort lehet veszünk oda pótkocsiba, tök jó ellátjuk ott a feladatot, nem? Srácok. És mit izélek, mit szórakozok? Csak az a baj, akkor meg egy olyan pótkocsi. Látod, az a baj, hogy akkor egy olyan pótkocsi kell, amire mindent tudnék. Magot is tudok. És mit csináltam? Hülye voltam, nincs rajtam a izé. Várja, izé nem tudom felrakni. Ott van egy pótkocsi. Meg ott volt még egy izé is.
Erre nem tudom felrakni, mindjárt megnézzük gyerekek, az jó lenne, de szerintem lehet, hogy nem. De hülye voltam, annyira elgondolkoztam egyébként, hogy ezt nem tudjátok. Haza, ez jó nehéz. Ezt alig bírta el, úristen. Na, erre föl lehet rakni? Ez jó lenne, jaj, de jó lenne. Oké, föl lehet rakni rá. Jó, megúsztuk. Ja. Elég érdekesen, persze. Megúsztuk, valamiért nem tudom miért hittem azt, hogy hogy rajtam van a cuccos. A remorkára, a remorka visszakerül. Hát ugye azért volt itt a bautnál, mert ugye vissza volt ugradva, amikor fönnakadt a korlátokon. Ű, oda nézzetek, most fog végezni, most fog végezni, most fog végezni. Mondjunk erre nagyon gyorsan, most fognak végezni, össze fognak érni. Ó, nagyon ki van számolva minden gyerekek, annyira pontosan. Jaj, és összeértek. És késtünk! De várjál! Ez még ráér. Álljunk félre vele egy picit. Ez még ráér annyit, hogy ugye először ezt kellene rendeznünk. Ugye egyiket kivesszük. Még ne indulj, várjál meg. Jó van, barátom. Az lehúzza, ez gyorsan visszamegy. A vetővel. Csuk be ezt a valamit. Oké, srácok, tökéletes. Az közbe lehúzza. Meg is végzett is, elvileg végeznie kellett volna. Ezzel meg tudjuk csinálni a végét. És akkor pörgethetjük az időt, ugye megvan trágyázva. El van medve minden tökéletesen. Jó, most ugye nem fogjuk lejjebb nyomni a búza árát, mivel ezt nem eladás. Az egészet be fogjuk spájzolni, hogy ne kelljen állandóan tyúkoknak hordani a kaját. Oda nézzetek. Egyébként ezt így konkrétan hibátlanul megcsinálták, majdnem. Csak az a baj, hogy 2 méter odébb. Szóval annyira nem rossz elmez, mint amennyire látszik. Egyébként nem tudom, hogy a Jamz az mit csinál, mármint a tájéca, és érdekes dolgok csinál, tolad visszafele, nem tudom, hogy mi, hova, meg miért, de hát jó van, majd mindjárt meg kiderül. Nem tudom, miért nem fejezi be a munkát? 3-mal megy, tolar visszafele, gyerekek. Oké, nyomunk egy fordulást itt csodálatos módon, ahogyha ott nem lenne ott a permetező, talán is. A Rabensteigernek olyan fordulókere van, gyerekek, azt nagyon, nagyon szereti a képet. Jó, ezt egybe úgyse tudjuk lehúzni, meg középen még húzunk egy csikot. De, épp hogy nem, mert ugye ott meg kiszélesedik, jó. Inkább egyik oldalon legyen csak csik. Oda néz, az még mindig tolat. Ezt nem tudom hova tolat, lehet, hogy a legvégében, vagy nem tudom mi a célja, csak az a baj, viszi a pénzemet folyamatosan. Igen. Ma nincsen sorskártya, hál' Isten, de viszont ma hatalmas pénzek ugranak be. 2 darab izét kell megvennünk, 2 darab csirke volt, és onnantól földvásárlás jön, gyerekek. És onnantól szerintem brutális reformot fogok alkalmazni, mármint úgy értem, hogy lehet, hogy modernizáljuk a TSC-t majd még egyszer, mármint ilyen gépek szempontjából a tyúkok fognak annyit termelni, azok a hatalmas földek fognak annyit termelni. Figyelj, lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy megindítom Melossa. Aztán az a Jamzal csináljuk már valamit, mert ez kitolat a világba, meg az a baj, hogy órabérben van a csávó, aztán viszi a pénzemet. Álljál meg, haver! Jó, oké, bocs. Bocs, hogy itt közbeszólok, de ezt nem tudom elnézni, hogy itt mit művelsz. Az meg jó lenne, hogyha nem fejezné be a munkát félúton, de jó lett volna. Csak itt gondolom, azért fejezte be. Mert itt már ugye összevért a két föld. Semmi gond, mindjárt lehúzom, és akkor már pörgetünk is az időt ezerrel. Amint végeztünk. Oké, gyerekek. B, mehet föl, mehet be, mehet a fal mellé, időpörgetés induli van. Egyelőre 120-szal, hogy gyorsan el tudjam rendezni a gépeket. Na, ugye van mit elrendezni, azért vannak itt komoly dolgok. Gyerekek, azért most az egy ilyen eléggé pörgős ez a két rész.
bérköltségeket levonta, 888 ezer pénzünk, mert ne felejtsük el aratás előtt megjavítani vágóasztalokat, addig azért nem nagyon akarok ezzel foglalkozni, mert minek. Okay, gyerekem, tökéletes. Első növekedési stádium legyen meg, azt jöhetünk permetezni. A permetezőbe meg kell hoznunk, ugye még nem értünk ide a cuccost, a permetszert. Jaj, ez egyébként mindig meglep ez a kirovec. Megszokom a rábát, egész máshogy fordul ez. A rába az sokkal mozgékonyabb, extrém mozgékony ehhez képest. Első növekedési stádium, csak még nincsen meg a gyomosodás. Ugye amikor megjelenik rajta gyom, akkor majd megállítjuk. Ez is megy ide szembe. Hiányzik egy gépünk, hol a izé? Ja tudom, elvittük vele a szalmat. Oké. Okay. Jó van gyerekek, MTZ. Hoppa, ez meg mit csúszik el? Ezért nem így volt, nekünk kért valaki, vagy mi történt? Oké, okay, lassan, szerintem gyomos, be is van gyomosodva. Bár még nyugodtan mehet az idő, nincs semmi probléma. Itt 16 óráig megy, ezt utána akkor nyomírtás mehet. Valószínűleg mehet a gépi munkással a nyomírtás. Előtte gyorsan lehúzom keresztbe, aztán mehet ezerrel. Ezt a pótkocsit is itt vagyom egyelőre. Egyébként most egész rendben lett a TS, azon kívül, hogy ez a kettő pótkocsi itt van, ezen kívül eléggé jól néz ki minden. Mármint egész rend lett. Keresztbe lehúzom. És akkor utána fogom megtölteni. Mert azt hiszem egyébként, hogy pont nem elég bele, ugye? Nem elég az egész földre. És itt talán akkor jól fog működni. Oké, okay, gyerekek, tökéletes. Egyébként köszi szépen az ilyen tippeket, amiket írtatok. Még a legelején például, hogy ne pörgessek időt semmilyen körülmények között, akkor, hogyha ugye amíg vetek például, vagy munkád végzek, mert itt tök jó, hogy egybe növekedik meg. De nagyon kíváncsi lesz, basszus, az a föld egyébként körülbelül sokkal nagyobb, mint ez a kettő összeszárban, amelyeket itt használom, szóval erre nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire leszek az hatékony. Ezt itt szépen befordítjuk ugyanoda. Ahogy mi. Oda nézve milyen szép volt. Jó van. Visszamegyünk, megtöltjük. És akkor... És akkor pöröghet az idő egész addig, amíg ugye be nem érik. Meg reggelik, éjszaka nem dolgozunk. Úgyhogy arra figyelni fogunk. Van, ja? Jaj, ne! Ezt nagyon nem akartam zenét. Ajjá, meg! Időt akartam! Oké. Okay. Azért zenét kapcsoltam, Dick. Van-e ugye ilyen rádió, de nem tudom, hogy mennyire copyrightosak. Mert ugye nagyon halkan nem zavarna egyáltalán, de tényleg félek tőle, hogy copyrightos, aztán akkor ugye ezt kivágnak mindent, hangomat. Egyáltalán nem lesz hang, ugye. Az meg ugye elég kellemetlen lenne. Na jó, van, töltsük meg. Aztán adjál neki. Samuel. Oké, és kacok, nagyon jó. Hú, azok a földek, amilyenkek lesznek egész addig a nagy gabonamalomig, az ugye eléggé brutális lesz. Jó, azt indítsuk is már. Mariama? Jó, oké. Olyan furcsán vetült rá a fény, olyan, mint hogyha megint gyomos lett volna, mondom, ne szórakozzál velem. De az úgy jó lesz, itt nagyon-nagyon nehezen látni egyébként, hogy meddig gyomos most. Ugye? Hogy csak én látom úgy? Olyan tök hülyén vetül rá a fény, aztán furcsa. Na mindegy, gépi munkást elindítjuk, gondolom, jó fogja csinálni. Jó van, oké, csináld csak gyerek!
addig van dolgunk. Az ifával ugye csak be fogjuk hordani, szóval nem lesz semmi gond. Annyit kellene tennem, hogy a kombájnoknak az arató szerkezetét akkor javítsuk már meg. Az nem ártana. Meg annyit kell tenni a keepernek, hogy vissza kellene hozni a T150K-t, ha már egyszer. Ez körülbelül ugye arra vetül rá. Oh yeah, javítás. Igen, mondtátok, hogy ez nem jó, ez egyébként a ti sugalmazásotok. Talán jó, nem tudom. Nem nagyon férek ide. Aha, jó, oké. Okay. Oké, okay, tökéletes, srácok. Megint le vagyunk amortizálódva anyagilag, mint az állat, de nincsen semmi probléma. Oké, okay, oké, okay, veressük neki. Annyit kell, az a folyam annyira pörög egyébként az agyam, meg a gazdaság, meg minden, hogy ez hihetetlen. Viszont, igen, ha csirkefarmok meg lesznek, valószínűleg más állatba akarok belefogni. Nagyon nem értek hozzá, úgyhogy ezt át kell nézni a keepernek, hogy ez hogy van, mert ez elég érdekes, ez jó, az ott marad. T150K-t hozzuk már vissza, ja, ott meg mit keres egy MTZ izé? Egy MTZ, egy tonnás súly. Itt kell lennie valahol. Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? Jó, beszállás a járműbe. Oké! Okay. Egyébként várja? Hogy is kell? Van nekünk egy ilyen infobordunk, ahol fűszén a fegyvítés fűhasznát az állatokra vagyok kíván. Jószág! Általános szállítás, gondozás, lovak, sertés, szarvasmarha. A sertés, ami kell neki, ez nagyon jó egyébként, ezt valaki nem tud valamit nyugodtan, itt a legutolsó pontnál, nagyon jó. Ez Farming Simulator 12-ben van, azt hiszem először ilyen nagyon részletes, és nagyon jó. Elesség, kukorica, búza, árpa, repcem, napraforgó, szójabb, burgony és cukorrépa, termék, trágya és híg trágya, szaporodási ráta gyors. Ha gondoskodsz a malacaidról, szaporodni fognak, így haszonnal továbbadhatsz rajtuk. Akkor ez igazából tök jó, mert ugye, mit tudom én, egy 200-as olba folyamatosan ugye egyre több lesz, gondolom. És ez tök jó. Ez mondjuk jó, és mindent megesznek. Végül is, az tök frankó. Nézzük a szarvasmarhát. Eleség, fűszén, a szillás és TTK. Ugye ez a teljes takarmány keverék, vagy nem is tudom. Termék, tejtrágya és hígtrágya, szaporodási ráta lassú. A teljes takarmány keverék, igen, a legjobb dolog, amit enni adhatsz tejneidnek, és maximalizálja a tejtermelést. Na, hát ez is egyébként szarvas marha. Teljes takarmány keverék, mit van ugye? Mixing rate ratio. A tejnek tejhozom a optimalizálható teljes takarmány keverékkel, a TTK-hoz szénát, szalmát és szilás kell összekevernek egy keverőkocsiban. Egyébként van ilyen lehelyezkedő keverő is, úgyhogy ez tök jó. Tedd be a keverőkocsiba két szénabála, egy szalmabála, a többit tölts ki szillással. Igen, ez jó, egyébként ez is jó. Csak az a baj, a szillást ugye elő kellene állítani, úgyhogy az... Itt a szalma meg a széna nem nagy gond, de ugye akkor mielőtt ezt elkezdenénk, a szarvasmarhát, akkor ugye kellene a bunkersíró, meg szillást kellene. Úgyhogy ez. Na, igen, a szillás. Pejvából és kőből úgy készíthet szillást, ha. Önts egy bunkersílóba, igen, saját sílóba, inkább saját, összetöveníted a halmot úgy, hogy végigmész rajta, a síló legalább 10%-ra teljen meg, ezután lefeded a sílót, és elkezdődik az erjedés folyamata. Pejvából tudod, és kőből, igen. Jó. Tökéletes gyerekek, hát akkor ezt kellene. Ez kell. Bálázó segítségével azonnal is készített szillást a szénabálákba. Igen, igen. Ja, de egyébként ez lenne ugye, ez lenne szerintem a jó módszer. Úgyhogy akkor szillást kell csinálni hozzá. Következő mindenképp a szarvasmarha, azt szeretném csinálni. De ugye ahhoz kellene szílás, ugye kellene bunkersíló. Viszont ahhoz kellene föld. Mivel én egy külön földön szeretném ezt megvalósítani, ahol jó sokat tudnék csinálni. És ugye akkor ugye tejre mennénk rá, de viszont ugye meg lenne a trágya is belőle. Én egyébként a szarvasmarha tenyésztést csinálnám legközelebb. Ugye a disznó az jóval könnyebb, mert a disznó az
mindent megeszik, nem kell neki ilyen teljes takarmány keverék, de igazából a szarvasmarha az jobban bozzana innom. Úgyhogy az lesz, gyerekek, szarvasmarha a következőben. Felépítjük a kettő csirkeolat, utána megveszük a veletünkre jövő földet, és utána szarvasmarha tenyésztés lesz iszonyatosan nagy üzembe, én arra gondolok. Ott, de azt is valahova egy kihelyezett részen, ugyanúgy, mint a csirkéket, érted, hogy valami tök jó helyet keresni neki, és akkor ott legyen az én állattartásom. És nem akarom a, mert ugye van itt a biogáznál, ugye van egy terület, meg van itt is lehetne terület, meg minden. Én nem olyan területeken akarom megcsinálni, ahol olyan szokványos, hanem én akarom. Mint hogyha én építeném fel a legészet, érted? Mint a földet vennénk és felépítenénk, ez még mindig permetez? Hát ez nem nagyon kapkodja el. Jó. Nem, semmi baj nincs egyébként, gyerekek. Egyébként a füvet lehet, hogy gyorsan összeszedem addig, ameddig ez még itt permetez, mert úgy látom, hogy ez elég el van maradva, de miért van ennyire elmaradva? Gyerekek, nézzük már meg, hogy áll ez a csávó, mert itt valami nem stimmel nekem. Hol vagyunk? Nagyon. Ja, ott vagy. Jó, van, oké, nincs semmi gond. Egyébként, ja, megtrágyázod, nem tökéletes. Jó, csinálja, összeszedem addig a füvet. Ha valamit, akkor valami hasznunk legyen ma. Jaj! Összekapom a füvet, amennyire tudom, remélem összetudom ezzel. Sőt, hát miért nem tudnám, hogy ne vicceljék ki. Viszont akkor ugye kellene egy kaszáló is nekem. Hogyha én nagy üzembe akarok ugye... nagyon nagy üzembe akarok füvet, szillást, meg ugye kell a szalma. Itt azért komoly dolgok vannak, gyerekek. Valószínű, hogy akkor egy kaszálót is kellene rendszeresítenem. Hogy tudjak ugye teljes takarmánykeveréket, de hogyha már ennyit csináljuk, akkor ugye baromi nagy üzembe gondolkozom. Tehát nagy földek. Úgy tudom, hogy ez itt van. De én nem ilyen kicsibe gondolkodok. De akkor azt kellene csinálnom, hogy lehet, hogy nem is kellene eladnom ezt a füvet már, nem? Nem tudom, még meggondolom, mert azért még távol van. Mert ugye azt akarom, hogy a következő földeket megvenni még. Még ez nem egyből fog bekövetkezni. Na, forduljunk egy nagyot. Egyébként elég szépen felszerű, ugye elég szélesen szerez. Szóval annyira nincsen probléma. Jó, lehet, hogy a sarkodba marad. Körbeszedjük okosba, aztán utána a közepét. Addig meg csinálja csak az MTZ dolgot. Azt mondom, hogy itt mennyire szeri föl. Szinte majdnem kiszeri a sarkot egyébként, úgyhogy tök jó. Csodás, gyerekek, csodás. Hát kellene igen egy nagy kaszáló. Egyébként ezzel a hamsterre bőven be tudnám oldani bunkersilóval a megfelelő szélességű, ugye. Meg kell nézni, hogy bunkersiló mennyibe kerül. És akkor lehet, hogy kellene csinálnom. Nem, kellene egy külön nagy földterület, ahol ezt én tudnám művelni. Ezt a külön... Akkor ott lenne egy kaszáló mellette, ott lenne egy nagy föld, amelyikkel mondjuk termelek búzát, és akkor a szalmát ott kapásból ugye tudnám felhasználni. Ott lenne egy keverő, és ott lenne maga az állattartás, a szarvas-marha tartás, egy külön részen a mapon. És ugye ott is külön gépek természetesen, meg minden, akkor egy külön, olyan, mint egy külön ágazat. A TSZ-en belül egy külön ágazat, külön gépekkel, külön földekkel, ami azt szolgálja ki. Szerintem ez így tök jó lenne. Ugye? Ez jó lenne. Mert azért itt már ugye elég sok minden kell neki. Kell neki ugye fű, kell neki szilázs. Víz nem kell nekik, gyerekek. Komolyan? Én miért gondoltam azt, hogy mi kell víz az állatoknak? Miért hittem azt? És nem kell nekik hazzá. Ez is komoly.
Jó, még mindig nyomja a gyomirtást, úgyhogy nincsen semmi gond. Nekünk végén még megtelik ez a hamster fűvel. Ja, tudom, egyébként lehet ugye az a becsomagolt bálával egyből szilás csinálja izével, úgy, de igazából a nagy üzemben az szerintem eléggé kevés, nem? Inkább jobb lenne a bunker siló téma, meg az ugye autentikusabb. Várjatok, nyomok egy P betűt, vagy egy ármast, és meg egy P betűt, mert meg szeretném mutatni, hogy milyen csodálatos betőgépeket küldtetek egyébként. Ezt nézzétek például, ez mennyire autentikus. Tele van ilyen izével, zsákokkal, meg minden, meg eszi a rost, de ez nagyon tetszik. És 9 méteres forsrit. Ez egy csoda, meg ugye... mindjárt mutatom még, hogy melyiket. Ugye az IH vetőt is megkaptam tőletek több verzióba, egy ilyen pakba. Azt is valószínűleg fogjuk használni majd. Egyébként ennek a T-150 K-nak ennek elég bajos az a cucc. Ja, nyomok megint egy 3-ast, ezt akkor ide meg tudjuk nézni, mindjárt megmutatom, jó? Pillanat. Vetőgépek. Mutatom is, srácok, mutatom. Itt van ugye az IH-62, meg az IH-62 Dual, ugye amelyik ilyen extrém 8-7 széles, ugye ezt ugye tudod, úgy tudod húzni, hogy hosszába tudod húzni a gépbe. Van szépen ilyen barázda jelző cucc, ilyen, nem tudom minek nevezik, barázda jelző talán, amelyikkel ugye, ha minden igaz, akkor tudjuk pontosan, hogy hol kell menni a géppel, ahhoz, hogy ugye a vetésnek a szélességét pont igazítsuk az előző vetéshez. Jó, egy kicsit eltávolítok, mert nagyon hangos. Jó, tökéletes gyerekek, az MTZ csinálja a dolgát, teszi a dolgát, még bőven fog egyet fordulni, meg mi is fogunk egyet fordulni. Így legalább össze van szedve a fű, és úgy látom, hogy egész jó sikerül. Így mindjárt jobban látja, nem? Ja, elég jól szedi. És elég jól kiszedte a kerítés alól is. És ott van középen, látjátok, már csak pár sor. Megpróbálok a közepén elmenni, ezt meglátjuk, hogy összekapja-e. Szerintem egyébként ezt már lehet, hogy össze is fogja. Aha, összeszedi, jó, teljességbe. És akkor össze lesz róla fedve a fű, akkor nem kell itt linkódni vele, hogy ide például nem tudok leönteni semmit, hogyha véletlen szükség eltetik. Jó, srácok, ez tökéletes. Összeszedi egyébként az összeset. Nem is kevés lett. Nem fű ez, széna! Egyébként fűnek mondom, a széna, hülye vagy? Csodálatos gyerekek. Ja, kell munkás jó. Egyébként ide tudnék csinálni, csak nem akarok ide. Nem a TS telepre, nem akarok. Ugye ez a központi TS telep. Ez egy ilyen, tényleg egy ilyen központi objektum nálam. Ugye teljesen külön vannak a csirkék, teljesen külön vannak, külön lesznek a marhák, egy egész máshol külön szekció. Ezt alkalmazták. Egyébként itt falusi viszonylatban állunk például, hogy például egy faluba volt az egyik fajta ágazat, a másik faluban a másik fajta ágazat, szóval ez nem egy ördögtől való dolog, hanem ez egy valós elrendezés. Ja, én úgy látom, hogy ez összekapta mindent, jól látom? Ott mondjuk itt mintha lenne, nem? Ha, itt lehet, hogy nem szedte össze. Jó, visszamegyünk. Hogy áll a izé? Pont végez, most végez. Szerintem pont most végzett. F segítő végzett, figyeljetek, hát akkor igazából pörgetem az időt, addig, amíg csak pirom. Tehát, konkrétan, amíg be nem érik a termés. Jó, ingatlanok fenntartási költsége már kezd elúszni. Ugye, jaj, ne, arra még megint eső lesz.
Megnézzük, egy kicsit belállok, hogy nem érik be, de szerintem még nem, még csak egy növekedési fázis. A mellettünk bejövő földön valami beérett, lol. Ilyenkor érdemes lenne megvenni, ugye? Jó, hát el kell pörgetni még. Megnézem, az állatoknak van-e kajája, hát hogy sok minden nem tudok csinálni, nincsen. 3000, 4000, jó egyébként, pont mert van nekik, úgyhogy tök jó. Örülök neki. Szerintem egyébként itt már lehet, hogy nincsen a vizé. Fű. Széna. Szerintem egyáltalán nincs is. Nem is megy bele. Jó, akkor... Fölemelem, kész. Akkor itt vagyunk egyelőre, aztán majd meglátjuk, mi lesz a sorsa pontosan, jó? Egyébként itt azon a füves részen baromi nehezen húzza. Szóval eléggé tré. Alig várom, már kiérjek, érjünk már ki a végére. Jó, jó helyen van itt. Berakom a helyére. Ó, beértünk, és jó, jó, oké. Beértünk. Mennyi idő van, gyerekek? Lassan egyébként. Oké. Álljál meg? Nagyon kíváncsi vagyok a tyúkokra, gyerekek. Most nem állok neki aratni szerintem, mert nagyon kíváncsi vagyok a tyúkokra. Jó, mert ugye látjátok, hogy nem pörgettem túl az időt, tehát nem arra mentünk, hogy a tyúkok iszonyat mennyiségű pénzt termeljenek. És eléggé, tényleg nagyon minimálra sikerült most ezt hoznunk, szóval tényleg egy ilyen egy nap alatt mennyit termeltek a tyúkok, fog kiderülni. Viszont gondolkodik a Keeper abba, hogy az MTZ-vel fogunk elmenni, és lehet, hogy azzal fogom a tojást elvinni. Ott van a pótkocsi flatbeden. Lehet, hogy el fogok oda catchelni gyorsan, megállítottam az időt természetesen. És felrakunk mindent a pótkocsira, és úgy visszük el a tojást. Egyébként szerintem most nem lesz sok, mert most eléggé sikerült, hogy jól eltalálni. Ugye ezelőtt például azért is pörgettünk időt, amikor ugye 120 ezer jött ki, mert eladásra mentünk, és akkor is kellett ugye pörgetni időt. Szóval ott lehet, hogy nem is egy nap volt, hanem két nap időpörgetés. Én úgy érzem, most nem leszünk olyan jó tojásügyileg. De tök mindegy, attól még nem fogom túl pörgetni az időt, ugye. Pedig egyszerű lenne úgy pénzt keresni, hogy hú, pörgetem az időt, ameddig csak bírom, aztán eladom az összes tojást, és már is ugye rengeteg pénzünk lesz. De viszont a tojás eladás, hogyha szar áron megy, akkor viszont fogunk pörgetni időt. Mert ugye arról beszéltünk, hogy akkor pörgetünk időt, hogyha azt szükségeltetik valamiért. És nem azért, hogy ugye a pénzkeresés miatt. Na, nézzük. Hogy hogy áll a tojás? Ha a tojás jól áll, akkor természetesen nem pörgetünk időt. Tojás az értékesítő állomásnál 4500 és lefele megy. A szupermarketnél meg 3317. Hát ugye akkor valószínű, hogy fogunk pörgetni időt. Mert azért nem fogom olcsón adni, hogy ne pörgessünk, értitek? Mindjárt oda megyünk, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy először is körülnézünk, hogy mi a szituat. Tudom, egyébként ott van az a kis pici gép, de az ugye eléggé kakkancs lenne, főleg, hogyha 10 raklap tojást kell elvinnünk A-ból B-be. Az nem nagyon fog működni, úgyhogy az MTZ-t visszük. És egyébként esélyes, hogy ebben a részben fogok venni oda egy gépet. Egy kisebb gépet, amelyik tényleg ott fog maradni. Nem jó az a kék, ugye. Leginkább az a problémája, hogy össze-vissza csúszkál. Amúgy nem lenne rossz az a gép, nekem tetszik meg minden, csak az a problémája, hogy össze-vissza csúszkál. Mert ugye oké, hogy kicsi, meg nem erős, de ugye például egy pótkocsit tök jó el tudna vinni, csak szarul van megcsinálva. A fizika ugye összeveszik ezzel a reamóddal, amit semmiképp nem akarok kikapcsolni. Na gyerekek, akkor megérkeztünk, mindjárt megnézzük a tojások, hogy állnak. Meg ugye addig pörgetünk, hogy maximalizáljuk a tojás árát, természetesen azt azért meg fogjuk tenni. Jó, itt megállunk egyelőre, és el kell mennünk a pótkocsijára. Most azt akarom megnézni, hogy raklapokba hogy állunk. Aha, jó, a raklapokba pakolta. Nehogy izé mellé rakja, mert ott vadulunk. Jó, itt is a raklapokba van. Vigyázz, öreg!
Valaki írta, hogy írtsam ki a bokrokat máshol is. Sajnos ugye, ami nem az én területem, ott azt nem tudom megcsinálni olyan könnyen. Itt is a raklapokban van. És itt is a raklapok. Ó, itt már nem a raklapokban, hát ez valószínű mellé rakta, nem az, hogy megtellettek. Na gyerekek, akkor viszont annyit fogok pörgetni időt, hogy 5424, és hogy az menjen föl. 4524, ugye lefele ment, akkor valószínűleg fölfele fog ezután menni. Szóval hadd szóljon. A másik, ugye a szupermarketnél lesz, akkor elvisszük messzebb, nem lesz olyan nagy gond. Na, valami legyen. Ugye lefele ment, úgyhogy csak fölfele megy, az alsó már megy fölfele. Csak az a baj, hogy attól is félek, hogy nem fog fogyni be. Na, oké. Okay. Abban a pillanatban, amikor fölért, akkor meg fogja állítani a keeper. 5100, na azért nem mindegy, érted, egy 1000-es drágább literje. Vagyis hát igen, az a baj, ez is literben van. Oké, okay. Megállítottuk. Jó, akkor gyerekek, nézzük. Akkor jöhetünk a pótkocsiért, és most rohadtul kíváncsi vagyok. Igazából hogy szerintem elment még egy nap, de ugye az árért pörgetünk, akkor van értelme. Egyébként azt nézem, az MTZ mekkora helyet fog, mármint mekkora hely kellene neki. Ezzel egyébként azért tök jól el lehetne futkozni itt, nem? Ez simán befér. Gyerekek, egy nagy kabinos MTZ-t, vagy valami hasonlót, vagy a Fiat Agrit például, nagyon mondtátok, nincs több hely, új raklapok, tojás elhelyezés, a csirke, azt a betyár. Jó, új, folyamatosan spam, azt a betyár, gyerekek. Júj. Mi lesz itt anyagilag? Nincs több hely. Jó, ezután akkor azt hiszem, hogy azt a betyár, gyerekek. Azt a betyár. Itt érzem, hogy jó, megállt az idő, úgyhogy most már nincs több. Most már nyugodjunk meg, már nem lesz jobb. Nézzük meg, egyébként ebben van 400 liter. Ebben van. Pont egyébként elég lett, úgyhogy aratást, mindet ide kell hordani. Hogy ne legyen az, hogy itt ilyen kifogyóval lesz. Jó, elmegyek arra, aztán először ott fölpakolok mindent. Hú, gyerekek, egyszerre megpróbáljuk eladni, rohadtul kíváncsi vagyok, mennyi lesz. Nyugodtan jöhetnek a tippek, hogy mennyi pénzt fog ebből bejönni, rohadtul kíváncsi vagyok. Viszont ez az MTZ, ez bőven jó lenne ide, ez a kis kabinos. Azt a gyerekek, hallod, mennyi izé? Mennyi tojás, gyerekek, nagyon durva, meg nem fog tudni beférni. Milyen vagy kipa, nem férsz be, hát legyen eszed, akkor legalább a kocsirúd legyen ott. Na! Azt tudja, össze ne törjenek, mi? Na, erre rohadt kíváncsi leszek, mennyi pénzük fog ebből bejönni. Erre rohadt kíváncsi leszek. Hoppá, ez így nem fog kiférni az ajtón, ugye? Milyen szed lehet neki föl? Ugye elvileg 8 raklapnyi, meg az apraja. Hú. Öcsém, föl sem fog férni egyszerre. Dörög az ég, lol. Nem baj. Gyerekek, ezt nem is tudom, hogy mit csináljak. Nem fog felférni. Á, bazz, ez nem fog felférni. Ez két fordulónyi lesz. Ebből a kettőből már tudom bírni, akkor örülünk. Ó, a fejemre esik a tojás. Nagyon izgulok ám, elmondom nektek, hogy nagyon izgulok, hogy mennyi pénz jön belőle. El a rossz se vegye meg, pallor, olyan magas az a jövő pótkocsi. Ki fogok én férni innen? Hát, hogy azt kéne, hogy ide alá pakolom, mert az így nem a legjobb, hogy... De alá pakolok, aztán föl, rárakjuk a raklapot. Nem fog, ez kettő fordul el lesz. Na gyerekek, tényleg jöhetnek a tippek, hogy mennyi pénz fog kijönni ebből. 5000 mennyi pénzbe ér megy? Jaj, nagyon durva egyébként, ám hallod? 5284. Hallod, azért szerintem a csirke üzlet azért az beütött, nem? Mondhatni szerintem. Gyorsan üljünk be. Így egyszerű feszítőveket kötni. Hűha! Hallod? Azt a betya, mi? Ne! Nem jön ki ott a doboz, papírdobozba megakadt. Hallod? Csi, nagyon bó vagyok, de ez rendesen beharpad a papírról. Ó, te fiú, hallod? Nem jön ki. Várjál már.
Ez még ez egy, aha. Jó. Való gyerekek, ez, halljátok gyerekek, ez epic sok pénz lesz, én érzem. Tényleg jöjjenek az ötletek, nyugodtan, hogy mennyi pénz jön ki belőle. Szerintem ez nem lesz kevés. Lehet, hogy be sem megyek, hallod, hanem kiordom, mert ez így nem lesz jó. És figyeljetek, simán kettő raklappa, vagy kettő pótkocsi tojás lesz. Érdek, itt nem lett olyan sok, látjátok? Mert ugye ez legutoljára indítottuk be, ott meg már közben már megindult a termelés a másikakba. Ugye akkor, amikor ez már meg lett indítva, akkor itt ott már ment. Jó, nem alulra kell mondatokat. Csak most annyira izgulok, hogy ezt nem tudom mondani. Nagyon nagy, nagyon izgulok. Meg valami történik. Folynak egymásba, jó van, nem baj. Remélem, hogy nem veszítjük el miatt, vagy valami. Itt most folyamatosan folyik valamerre a tojás. Csak ugye ez egy nem látható matéria. Ügyelegek, hol megyek le, hallod? A francnak folyik, olyan idegesítő, hogy folyik. Miért folyik? Folyik a tojás. Most még nem engedi el, na engedd el már. És mi folyik? Folyik a tojás, gyerekek, azt hallom, hogy folyik a tojás. Nem hiszem el. Olyan idegesítő. Mi történik? Mi? Valami, valahol elfolyik a tojásom? Na nem úgy. Gyerekek, elfolyik a tojás. Komolyan azt úgy olyan hangot ad. Ahol le kéne kepesztetni egyébként. Föl ne döntsem a tojásokat. Komolyan most olyan zavaró, hogy itt folyik a tojás. Nehogy valami mit eltűnik az egyikben, nem látod, ez a baj, hogy most mi történik. Ugye a tojás az úgy van, hogy ilyen nem látható dolog. Tehát nem olyan, mint a búza, hogy látod, hogy valahol folyik. Ha kifolyna véletlen a földre, bár azt lehet, hogy nem lehet, akkor nem lehetne látni. Na, gyerekek, egy pautkocsi tojás. Egy pautkocsi tojás. És ezt le kell szórnom? Le kell szórnom, ja. Nem tudom lebillenteni? Az azért adná, nem? Lebillented a tojást. Vagy billentsük ide. Nem tudom lebillenteni egyébként, itt nem tudok billenteni. Nézzük. Jó, F1. Nem engedi így billenteni. Nincs hozzáférés ide ez a földhöz. Hát bazán. Öcsém, úgy kell leraknom. Na gyerekek, mínusz 70-ben vagyunk. Isten. Úristen. Jó, gyerekek, mínusz 70-ben voltunk, vagy ugye mínusz 70, ott egy tojás. Mínusz 70-ben voltunk, vagy mennyibe voltunk? Isten. Gyerekek, nagyon beteg. Jaj, annyira izgulok egyébként ilyenkor, hogy minden úgy flattul megy, meg hogy jól hoztak el, meg minden. De az nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon, már most látom, hogy itt nagyon-nagyon jó vagyunk. Úristen, úristen. Gyerekek, a következő összes búzát ide csukok meg az aranytojó... Tojás, tojó! Aranytojó WC. Aranytojtoj WC, gyerünk! Hordjuk a tojást, ezerre. Csak ne kezdjenem megint süstörögni, annyira idegesítő, hogy süstörög. Ne sustorogjon. Lehet, hogy elfér egyébként négy egymás megé. Egyébként nem tudom, hogy mivel hordja, mert komolyan mondom ezt a tojást. Mármint, hogy tök jó lenne. De lehet, hogy mondjuk valami autólódos pót jó lenne, nem? Ezt akkor igen, így másikban van már. Csak ide több raklapot kell hoznom, gyerekek, mert nem fér bele most se. Ami azért nem olyan rossz, hogy nem fér bele a tojás a raklapok közé. Jó, már rakjunk följebb is. Ugye nem kell messze vinni, csak ha mégse az legyen, hogy kézbe hordom, bát. Főleg a távolabbi pontról, mondjuk innen még azért be is lehetne, de ha távolabbiról nem. Ezeket meg ide rakjuk oldalra, ne folyjanak, nem tudom mit folytak. Lehet, hogy egyik doboz van a másikba. Gondolom, a földre nem tudod kiburítani, szóval azért az meg van csinálva. Jaj. A tojás, az nagyon jó dolog.
A tojás nagyon jó dolog. A tojás, az hatalmas üzlet. De a marha jobb lesz majd. A tojás, nagyon jó üzlet. De a marha jobb lesz majd. A tojás, nagyon jó üzlet. De a marha jobb lesz majd. A marha, az jót lesz majd. Tejet termel a marha. Az jó van, oké. Okay. Befejeztem, bocs. Bocs, bocs. Neki megy a képe. Hallod, annyira izgulok, apám. Kár, hogy nem lehet levillenteni ilyet az izajét. Tojást. Gyerekek, hát ez körülbelül 260 ezer pluszba leszünk. Öcsém! Hát az duskálunk a pénzbe, mennyi idő van, gyerekek? Hát most már nem lépünk ki, most már végig csináljuk ezt. Ide állok, mert ögedalmatok, mindegy, úgyis le kell szórnom, és akkor, hogy legyen helyem, így ledobálni. De nézzétek, só. Bím. Mi van, ma nem veszem meg? Azt hittem mások, besokoltak, hallod? És ugye ilyenkor látod, hogy nem változik az ára, hanem lehet, hogy amikor menne az idő még egy kicsit, akkor ugye elkezd változni, tehát olcsóbb lenne jóval. De lehet, hogy azt mindjárt meg is nézem kíváncsiságban, hogy... Úgyis most lehet, hogy veszünk egy gépet. Figyeld, az alsót fogod meg, akkor még a felső is jön bele. Gyerekek, ne! 280... 280 ezer. Úbdik, hallod? Nem mondod! Hú, de viszont ugye meg kell venni még egy kettő tyúkólat, amit beszéltünk. 286 ezer, hallod? Nem bírom. Esküszöm, nem bírom ki. Hallod, futok az esőbe, mint az őrültek. 286 ezer, 4 darab tyúkolból. 286 ezer. 286 ezer! Masszáfal a kevére, mi a gyerek? Komolyan, 286 ezer. Hallod, tesóm. Ez nagyon durva. Nem tudok felmászni a kéményre is, most ez idegesít, mert most örülnek a tyúkoknak. 4 darab tyúkol 286 ezer. Viszont nem kevésbe került. Körülbelül ugye ennyibe fájt ez az egész magukkal, szóval az jó. Jó, Istenem, még kettőt kell csinálni, tyúkokat belevenni, de viszont ide kellene valamit venni, mert már kezdek megőrülni ettől az egész szituációtól. Fú. Jaj. Azt a betyár is. Kis traktorok, nem tudom, gyerekek. Krisztál. Van olyan kellene, hogy jó fordulékony, érted? Jó fordulékony, nem túl nagy kellene. Nem tudom egyébként. Aj. Annyira nem tudom, nagyon nem tudom, nagyon nem tudom. Ez mondjuk ez a nagy kabinos, mondjuk ezt ugye nem ennyi érvennénk, hanem akkor átírnánk. Ez olyan jó feelinges lenne. Ahogy egyébként ez nagyon jól néz ki. Nem tudom. Hát egyelőre marad szerintem, aztán fú, 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 passz, nagyon-nagyon be vagyok pörögve most. Hát az egy 286-ben már lehet üzenni. Kapirgálni. És ugye, hogyha még egy fő, még két tyúkólat ugye megveszem ide, amit terveztünk, akkor konkrétan ennek a felével, tehát 140 ezerre többet fog keresni, akkor, és hú, bazza, nem komolyan, komolyan mondom, az 300, 400, 420 ezeret fogunk termelni egy aratásnál kb. 420 ezret. 420 ezret. Fél millió gyerekek. Hallod, most elmondom nektek, most komolyan mondom, mindenféle túlzásnak, ezt meg kell mutatnom, hogy szerintem megvertném ezt a 9-es földet. 263 ezerbe kerül. De ne mindenképp ide akarok meg tyúkollat, hallod? Ne arra ugye. De itt mentek egyet, nehogy véletlenül szarul rakjam le is. Jaj, majdnem kilépés a játékból csináltam. Ja, azért, hogy nehogy véletlenül szarul rakjam le. Gyerekek, komolyan mondom. Hát hallod, én ezt már nem bírom idegekkel, hogy ennyire jól megy itt az egész. Na várjál. Állatólak. Állatólak. Állat. És most figyelj, ugye itt van, valami, mert írta, ki is írta? Zsolt Sebő írta.
hogy ez csites, nem jó, mert ez szerintem egy kicsit csites, hogy 500 darab tyúk ebbe a nyolba, de figyeljé, most mutatom akkor. Tyúkol, a tyúkol, ugyanúgy körülbelül annyiba, akkora helyet foglal, olcsó, mert 40 ezerbe fáj, és 400 darab tyúk fér abban, úgyhogy rohadtul nem csites. A 500 darab tyúkos állatól ez teljesen tök reális, csak rohadt jól néz ki, és van egy feelingje. Na viszont, akkor ezt úgy kellene a gyerekek, hogy összeforgatni, csak akkor itt most nagyon ki kellene ókumulálni, hogy nehogy véletlenül túlcsusszunk. Ugye, ezt várjál, akkor ezt úgy kellene, hogy így. És mivel ezen az oldalán nagyon nincsen, a magassága most szerintem viszont jó lesz, ugye? Magassága szerintem viszont most jó lesz. Valahol ide kellene rakni a keepernek. Nem kell, hogy olyan messze legyenek egymástól. Jaj, ne! Na, erről beszéltem. Közelebb kellett volna raknom, látjátok? Mert így meg egymásról, közelebb kellett volna raknom. És akkor ugye jó lenne, hogyha beraknám ilyen közel egymáshoz, akkor jó lenne. Ezért mentettem, úgyhogy ezt vissza fogom szedni szintén, mint gameplay, mint ahogy ezzel szoktuk, hogy gameplaybe, és akkor jó lesz, mert akkor ugye ennyivel beljebb hozom, és ez még megint, és ennél jobban közelebb kell hoznom, viszont akkor meg kéne néznem, hogy nem-e túl közel lesz egymáshoz a kettő. Ez a lényeg, hogy férjünk el. Szóval, ja, egy kicsit még közelebb tudom hozni, meg hogyha azt közelebb hozom, meg kicsit kijebb viszem, akkor jó lesz, és akkor el fog férni. Na, de jó, hogy mentettünk, ugye? Tudod? Mert ez így nem jó. Viszont itt már jó a távolság, kb. Egy picit kell csak közelebb vinni, meg egy kicsit elvinni arra, és jó lesz akkor. Itt egy kicsit elcseszte a keeper, de nem lesz semmi gond, jó lesz ez, gyerekek. Ő viszont a magasság az tökéletes. Na, köszönöm a figyelmet, srácok. Ez gameplayen kívül visszatöltöm, aztán megcsinálom azt ugye, hogy jó legyen természetesen. Itt ugyanúgy menni fog a csirketenyésztés, de akkor nézzük már meg felülről, hogy kb. Ez hogy fog kinézni. Fölugrálok valahol. És akkor egyelőre most nem fogunk több ilyet venni. Én úgy gondolom, hogy menjünk rá a földekre, az a nézőbe az itt végig. Amerre a szemmel lát, van, lesz 6 darab csirketelepe, ami 3000 csirkét jelent. Úgyhogy ez szerintem tökéletes lesz. Hát itt épp hogy el fog férni ugye erre, hogy ne lógjon rá az útra, de hát azt mindenképpen úgy meg akarom csinálni, mert ez így csufos. Úgyhogy még egy kicsit odébb kell masztattunk a dolgokat. Ez jó lenne, egy kb. Egy kockányat odébb kell masztatni, meg egy kicsit arra lejjebb, aztán jó lesz egyébként. Mert ugye közelebb is rakhattam volna ezt, csak ez már ilyen teszt volt. Na jó, gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Következő részben aratunk, addig megcsinálom ezt a 2 ólat normálisan lerakom. Ugyanennyi pénzünk lesz természetesen, mert nem fogok, ugyanúgy vissza fog töltődni, csak másfél rakom le őket, és akkor tök fain lesz. Gyerekek, nagyon-nagyon adja, imádom, tök jó. Ott van 2, itt lesz 4 összefordítva, ez teljesen jól le fogja fedni a csirke. A csirke vizéli át, és akkor gyakorlatilag 500 ezret, fél milliót fog termelni minden aratási stádium után, de ugye, amit beszéltem, hogy mindenképp a következőbe megveszük a 9-es földet. Úgyhogy az mindenképp úgy lesz. Egyébként gondolkozok a marhákon, hogy a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es föld. Azon nagyon gondolkozok, várjátok, nézzük már rá. Azt már ezelőtt szemezgettem vele. Dekoráció legyen 200 dollár. Igen, erre, ezzel nagyon szemezgetek, hogy a marhákat. Várja, mennyibe kerül egy tejénistáló, hogy ki tudjam próbálni állatólag. Birkalegelő, lóistáló, disznóval, birkalegelő, lóistáló, marhalegelő. 300 ezer a nagy, és 200 marha fér bele. 100 ezer, csak az, hogy megnézem, hogy mekkora. Uh-huh. Jó. Ugye, igen, hát ide ugye akkor kapásból ebből férne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
több is, 10, 11, 12, 2000, hát egy 2-3000 marhát rá lehetne zsúfolni erre a területre simán. Főleg, hogyha valami modoltot találok, ami jobb elrendezésű esetleg. Ez igazából annyira nem tetszik, ugye itt, aha. Ja. Oda ott kell letetni. Itt meg van neki ugye az egy trágya. Ja, jó. Oké, gyerekek, szerintem ez frankó lesz. Na, köszönöm szépen a figyelmet. És akkor terjeszkedünk, és valószínűleg hogy meg fog, mennyibe kerülnek ezek a földek, hogy gondolkozhasson a keeper. 4-es. Az összesen 37 ezer, 100 ezer, kb. 200. 350 ezerben meg tudnám menni az egész sort, és egyébként itt meg lehetne a bunkersíró. Mondjuk ez 70 ezerbe kerül, jó drága. Az a baj, hogy nekem valami egyenes terület kellene. 12-es, 13-as, ezek milyen, mennyire egyenesek? Meg kell nézni a gyerekek. Ah, ezek is olyan rosszak, nem. Oda nézd mekkora. Nem a legegyenesebb, de nem rossz. Hú, viszont itt is van egy jó nagy. Az a lényeg egyenes legyen, ez például tök jó. Ó, vannak, oda nézd, itt. A legszélén a mapnak. Igen, ott szembe, oda néz, ez, meg ez. Oda néz, mekkora. Ez, meg ez. A vasút alatt. Az, meg az, aznak nagyok. Mindjárt ránézek, hogy térképben mekkorának tűnnek. Itt van, a 12-es, 13-as. Igen, az jó nagyok. Jó nagyok. Mennyire kerülnek? 350 ezer és 90 ezer. Ez a 12-es, 13-as, ez tök jó. A 14-es, az milyen volt? Még nem, a 12-es, 13 az tök jó. Agyalok. A 4-es, 5-ös, 6-ost, ha mondjuk megvenném, és azt összeszántanám, és azon termelnék mondjuk, megcsinálnám, vagy pedig úgy, hogy itt termelném a füvet, ugye a szilás gyakorlatilag, meg itt termelném mondjuk a, tényleg itt termelném, legelőnek megcsinálom, a 7-esen megcsinálnám a bunkersilókat, és a 12-es, 13-ason meg tele csapnám marhával. Szerintem ez így nagyon jónak tűnik. Na várjátok, megnézzük fölülről, hogy ez hogy épülne fel. Na, ezt mondom, hogy ezt a hármat összeszántanám. Fű. Kaszáló. Itt meg tudnám csinálni a bunkersilókat. Bőven, mit tudom én. Gépbeállók, ugye, mert itt akkor külön gazdaság lenne. Szerintem ez tök jó lenne. Esetleg pont itt így megcsinálni itt ilyen aszfaltosra, vagy betonosra. Bunkersiló végig agyba főbe. Esetleg lehetne, ja, az annyi. Itt meg akkor kaszáló lenne az összes. Rengeteg fű kell ugye, rengeteg bunkersiló, azért kellene. Ez a nagy föld, ez ugye lehetne a bunkersiló, és ezek meg a kaszálók. És akkor itt meg, ez eléggé egyenesnek tűnik nekem. Itt ez a kettő föld minimum, meg esetleg még ez. Ez a szekció lenne, ez a hátsó szekció nekem. Itt a fákat kivágni, ezt is eltüntetni. Itt lennének végig a marha istálók. Rengeteg. És akkor mondjuk lenne középen egy út, és akkor lenne egy olyan útvonal, amin tudnák hordani a kaját. És akkor innen ugye át tudnád vinni. Sőt, nem. Ezt tudod, hogy kellene? Ugye ez az egész kaszáló itt végig. Itt a bunkersilók végig, ellátó épületek, ebbe a szekcióba, ez tök jó. És akkor ezen a részen meg az, lennének a marha istálók. Ellátó részek, ugye innen vinnéd a kaját, itt a kaszálló lenne, innét hordanád be a bunkersilóba, és innen meg ki. Logisztika tökéletes lenne, innét hordanád be a szilást, onnan, vagy a, ugye még ami a szíláshoz kell, onnan hordanád ki, ide, a marha istálókhoz. És ez szerintem elég nagy hely. Vaj, meg kéne néznem, ne haragudjatok gyerekek, de imádok tervezni is, nagyon jó az is különben. Igen, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, csak kaszáló.
Jó egyenes. Tudom, hogy vannak olyan részek, füvesek, ahol itt van füves, meg minden, nem. 12-es csak bunkersiló, 13-as csak állatok. És akkor ez a rész lenne így az állatok ellátására szolgáló rész. Vagy mondjuk a 14-est is fel tudnám használni. 14-es, 12-es, 13-as, az is egy jó lenne, hogy 12-es bunkersiló, mondjuk 14-es kaszáló, 13-as állat. 35-ös az milyen? Itt van, mondjuk egy földet vennék, meg az is jó lenne. 30, nézzük már a 35-esre, bocsánat gyerekek, hogy itt a tökölök, de most nagyon érdekel ez. Melyik volt a 35-ös ön? Ez volt a 35-ös. Ez ilyen jó hibbes dombos, ezt azért nem szeretném. Hú, hát ez ilyen nagyon dombos. Ugye itt vannak a gyári bunkersiló helyek. Itt van egy ilyen kaszáló rész is. De viszont nem tudom, én nem akarom. Nem akarom, ilyen tök ilyen izai lenne, ilyen tök egyértelmű lenne. Itt is van ilyen kaszáló. Ilyen túl egyértelmű lenne, nekem ez túl egyszerű. Egyenes földek kellene. Ez mennyire egyenes, ez megint annyira dombos. Szóval ilyen nagyon dombos részeket ezt nem akarok használni. Ez is nagyon dombos. Ez is elég dombos. Egy nagyon hatalmas lejtőgondnak látod. Hát az, amit néztem gyerekek, szerintem az. Hát amiket néztem, azok voltak jók, én úgy gondolom. Ugye, jó gondolom, srácok? Hol vagyunk? Igen, itt. Ezek, megnézd meg, ez ilyen tök sík. Látod, milyen jó lett. Jó, hát vannak benne ilyen dombos részek, de mégse olyan ideje, mégse olyan nagy emelkedős. Hát, ez is eléggé. Mondjuk azt el tudom sikálni, érted egyenesre. Csak amikor ilyen hatalmas nagy dombok vannak, az lenne gáz, ugye. Ilyen. Kaszálók, bunkersilók, állatok. Ez így lesz, gyerekek, ez lesz így. Ez így lesz, és össze is köti ugye útvonala, út az összeset. Itt is ugye át tudsz menni például a kaszálóból, át tudsz menni ide is, a bunkersilókhoz is, itt meg ugye egyértelműen át tudok majd jönni. Így lesz gyerekek, ez a terv. És amint látjátok, most már tök sok pénzünk van, most például megveszem a csirkéket, még akkor is marad nagyon sok lóvénk. Úgyhogy ez tök jó lesz szerintem. Na, köszönöm szépen a figyelmet gyerekek. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen frankon, meg ilyen szépen haladunk tényleg. Imádom. És következő részben várlak benneteket. Iszonyatosan nagyon be fog gyorsulni a gazdaság, én érzem. Akkor annyit csinálunk, hogy megveszük a mellettünk lévő földet. Hogy legyen egy kicsit nagyobb földünk, többet tudjak azért dolgozni. Egyelőre szerintem a gépek egész tűrhetőek, lehet, hogy rá fogunk függni itt mellettünk lévő földekre, és akkor csináljuk itt a dolgokat. Na, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszik a videó, várom a kommenteket, ötleteket, nyugodtan írjatok, próbálom őket megvalósítani, megfogadni, ha tetszenek persze, meg ha úgy gondolom, hogy megvalósítható. Na, jók legyetek, sziasztok!